Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal dekoratív, horizontális mintával díszítjük a harisnyakötést. Az ismétlődő mintaegység két szem, ehhez egyet adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 10 sort kötünk. Ezt a darabot 27 szemen kötöttem, együtt 11 szemmel indulunk majd. 11 szem van a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor, szélszem. Végig sima szemekkel haladunk. Szélszem. Második sorra visszaálljen, szélszem. Végig fordított. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. Végig sima. Szélszem. Negyedik sorra visszaálljen, szélszem. Végig fordított. Szélszem. Ötödik sor, szélszem. Végig sima. Szélszem. Öt sornyi harisnyakötés után, a hatodik sorban, a visszáján kezdjük alakítani a vízszintes mintánkat. Szélszem. Egy sima szemet kötünk, a következő szemből pedig hármat kötünk oly módon, hogy először kötünk egy sima szemet, nem tesszük át a szemet a jobb tőre, itt marad a bal tűn, hátra visszük a jobb tőt, és ráhúrkolunk egy új szemet. Így. Ez a második szem, és visszatérünk előre, és még egy sima szemet kötünk. Így egy szemből hármat kötöttünk. Ezt fogjuk ismételni. Egy sima, majd egy szemből hármat kötünk, sima, nem tesszük még át a szemet, hátra visszük a tűt, ráhúrkolunk egy új szemet, ez a második szem, és a harmadik szemet simán kötjük. Újra sima, egy szemből hármat kötünk, sima, egy szemből három, itt ért véget az ismétlődő mintaegységek sora, a két szemből álló ismétlődő mintaegység, utána egy szem még, sima, szélszem. Hetedik sor, szélszem. Végig fordított szemekkel haladunk, fordítottan kötjük a különálló szemet, illetve azt a három szemet is, amit az előző sorban egy szemből kötöttünk. Szélszem. Nyolcadik sorra visszaálljen, szélszem, végig sima.
szélszem. 9. sor, szélszem, végig fordított. 10. sorra visszaálljen, szélszem. Visszatérünk ebben a sorban az eredeti szemszámhoz. Először kötünk egy sima szemet, majd a következő három szemet, amit sorokkal ezelőtt egy szemből kötöttünk, összekötjük. Simán. Ezt fogjuk ismételni. Egy sima, majd három szemet, simán összekötünk. Újra egy sima, majd három szemet, simán összekötünk. Újra egy sima, három szemet, simán összekötünk. Az ismétlődő mintaegységek után egy sima, szélszem. Ezzel a 10 sorral elkészült egy mintaegység magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek!